Sziasztok! Ez egy újfajta videó lesz, ami a reakció videó, csak hanggal, meg képekkel. Tehát azt láttam ki, hogy véletlenszerűen töltök be képeket, és aztán megpróbálok róla véleményt mondani. Hát, ha valami vicces sikerül ki belőle. Gondolom, nagyon vicces képek is a listán vannak. Itt az első valami égő rózsa, hát nagyon művészi. Akkor lássuk a következő véletlenszerű képet. Ez mi? Oké, próbáljuk ki azt, hogy megpróbálom összegetni a kettőt. Szóval... ez nem tud. Az ember nézi a falat. Biztos azt gondolja, hogy hát az előbb ajtó volt. Hát nem tudom, hol van az ajtó? Azt mondták, itt van. Mi ez? Lássuk a következő képet. Ah, egy gyönyörű tájkép, vagy valami szemétszállító megy ott. Ezeket nem tudom összekedni. Azt gondoltam, hogy ez könnyebb lesz. Hát a rózsát égető ember neki ment a falnak, és szemétszállítóval hazament. Nem tudom. Oké, még egy utolsó képet. Itt meg egy légy van. Ezt össze tudom kötni a szemétszállítóval, szóval így néznek ki a legyek, amik repkednek a szemétszállító bűze körül. Oké, tehát ezt is kipróbáltuk. Ha szeretnétek, hogy egy ilyen teljes értékű videó, tehát egy teljes videó szóljon erről, akkor jelezzétek kommentben. Sziasztok! Ebben a videóban egy reston szerkezetet fogok megmutatni. Hát igazából konkrétan reston nincs is benne, csak command blokkok, de nagyon látványos lesz. Két tábla, kettőt csináltam, két animáció, na hát és ott van a videó címében, tehát nem lövök nagy poént, hogy itt a táblákon lesz animáció, de órajel nélkül. Meg lehet csinálni órajellel is, de ez mondjuk tök jó kalandpályán, el lehet spórolni az órajelet. Persze ennek is ára van, ami mindjárt meglátjuk. Szóval az első, azt szerettem volna, hogy egy érme forogjon, hát ez nem sikerült olyan szépen, de azért megmutattam, már lusta voltam addig szórakozni vele. Tehát a következőt kell csinálnunk. Ugye a táblának van egy olyan tulajdonság, hogy meg tudunk neki adni ilyen terrorvos, JSON-ös utasításokat, és ha nyomva tartjuk a gombot, akkor mindig a helyére rak egy másik táblát, amin a következő képkocka van. És szerencsére meg tudjuk azt sem, folyamatosan nyomva tartjuk a gombot, úgyhogy egy animációt láthatunk. Na hát igen, ilyen egy forgó érme, ahogy sikerült. Na a másik az királyabb lett, az egy hajó lesz egyébként. Hát meg is mutatom, na hát és... Tehát így szépen mozog a víz, meg a füstfelhő. Jó, nem a legszebb hajó, azt is átvariálnám, de most már, hogy kész van, most már nincs kedvem vele szórakozni. Jó, szóval tök jó. És igazából az elvet is elmondtam, tehát nem is kell hozzá semmi reston. Mindössze egy rakástábla, itt tényleg még a command block se kell, csak a rakástábla, hiszen a táblákban van benne az a parancs, hogy cserélje le magát. Tehát most itt van ez a tábla, ez azt mondja, hogy click event, itt kezdődik, hogy click event, tehát ha rákattintok a táblára, akkor run command, futasson egy parancsot, és történetesen az, hogy másoljon le abszolút koordinátákat, természetesen a mellette lévő táblának van megadva a koordináta, aztán pedig relatív koordinátával ezek a hullámjelek, azaz épp ahol ott van. Ez miért is jó? Mert akárhová lerakom ezt a táblát, ott működni fog az animáció. Annyi, hogy hát ebbe az irányba néznek a táblák, tehát így ilyen lesz. És a másik nem ugyanez, csak más képkockákkal. A command block azért kellett ugye, hogy le tudjam rakni ezeket a táblákat, hiszen így alapból, hogyha most így a kezembe veszek egy ilyen üres táblát, hát ez nem tudok itt semmit kezdeni, max programba bele tudok menni és átírni, de itt játékon belül command blockkal. És akkor szépen meg vannak rajzolva, igazából ennyi. És ha nyomva tartjuk, akkor meg lejátsza. Még egy kicsit forogjon. Na jó, az jobb lett.
A pálya letölthető, most nem fogom félre mondani, a leírásban van a linkje a videó alatt. Igen, minden jó. Mert igazából csak parancsokról van szó, és azon is belül, hát inkább csak ugye az elv, de azért, hát ha így könnyebb megérteni, a kézikönyv óvjon.